A nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadták Tyukod új szolgálati lakásait. A településen két összkomfortos ingatlant alakítottak ki a Magyar Falu program támogatásából, amelyet az önkormányzat kedvezményes feltételekkel ad bérbe a távolabbról a településre érkező pedagógusok számára. Az egyikbe egy óvónő már be is költözött, nagyon örülünk neki, a településre fiatal értelmiségéig kerüljenek, Csengerből jöttek különben, be is jelentkeztek állandó tyukodi lakosnak. A másikba pedig egy pedagógust várnánk, matematika, fizika szakos tanárt, tehát nagyon kedvezően adnánk oda a szolgálati lakást, úgy néz ki, hogy lesz is rá jelentkező. A szolgálati lakások mellett egyéb területen is fejlesztett a tyukodi önkormányzat. Újjáépítették a Nagyecset felé vezető mellékút 10 kilométeres szakaszát, amelynek köszönhetően a járási központba Máté Szalkára is sokkal rövidebb idő alatt eljuthatnak a helyiek. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondta, a szatmári kistelepülések fejlődése évről évre szembetűnő. Rengeteg fejlesztés átadása valósul meg az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, nem csak az itt élők szempontjából, hanem a térség, a szatmárbelegi térség fejlődése szempontjából is. És jó érzés látni azt, hogy valóban a közösségeknek azok a fejlesztései valósulnak meg, amelyek az adott közösség, az adott település szempontjából fontosak és kiemeltek, és amelyek megerősítik azt az egységet, amely egy-egy település számára fontos. És itt azért el kell mondani, hogy a megvalósult fejlesztések által a térség is fejlődik és erősödik, és azt a kohéziót erősíti meg, és azt az eredményességet hozza magával, amely úgy gondolom, hogy a szatmár-belegi térségben nagyon fontos lesz az elkövetkezendőkben is. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az átadó eseményen arról beszélt, öröm számára, hogy választókerületének települései mind a vidékfejlesztési, mind pedig a Magyar Falu programban aktívak voltak az utóbbi időszakban. Azt gondolom, hogy magának a vidékfejlesztésnek a Magyar Falu program és a vidékfejlesztési program, hiszen az egyiket itt az utat, ami Nagyecseddel köti össze, az a vidékfejlesztési programból van, az Európai Uniós társfinanszírozásával valósul meg. Ez 4200 milliárd forintot jelent, és a magyar kormány ez 80%-os támogatást ad. Mert azt gondoljuk, hogy a vidék élhetőségét, a vidék termelőképességét, a vidék feldolgozó képességét, ezek az infrastruktúrális beruházások is javítják, hiszen ide tartoznak az élelmiszerfeldolgozó üzemek, ide tartnak az állattenyésztéseknek a különböző forrás allokációi. A másik része viszont a Magyar Falu fejlesztése fontos, hiszen akkor nem csak vidékről, hanem 5000 fő alatti településekről beszélünk, falukról beszélünk, ahol az életminőség, a szolgáltatás igénybevételnek lehetőségét bővítjük, és a szolgálati lakáson, hogy hallottuk, egy fiatal óvónőnek jutott bele, a másik üresen áll és várnak egy pedagógust, hiszen nagyon fontos az iskola a közösségnek, de nagyon sok középület megújult már energetikában, átalakításban, orvosi rendelők tekintetében, bölcsőde tekintetében. Tyukodon egyébként a közelmúltban egyéb fontos fejlesztések is megvalósultak. Május végén adták át a község új impozáns termelői piacát, a település bölcsődéje pedig a tavalyi évben épült meg.